Minden évben, amikor a napon végig tekintek az előttem ülőkön, öröm járját a szívemet. A sok ismerős arc mellett mindig látok újabb és újabb fiatal kollégákat, akiknek a szemében éppen azt a tüzet, lelkesedést és tenni akarást látom, mint amit én éreztem tanári pályám kezdetén. Boldogság számomra azt látni, hogy a pedagógusi szakmát érintő minden nehézség ellenére ez a tűz nem hunyt még ki a már idősebb kollégák lelkében sem, nem fakult meg a tanítás, nevelés iránti elkötelezett szeretet. Kollégák, mondom, hiszen nem is olyan régen polgármesteri hivatásomat megelőzően én is tanárként ültem önök között, köztetek évről évre. A mai napig élénken emlékszem a szeptemberi iskolakezdésben lakozó nagyszerű újjászületés érzésére, a tudás átadásából és a nevelésből származó örömre és elégedettségre, arra a büszkeségre, ami az évzárókon, ballagásokon, a diákjaimat elnézve, és itt, ezen a napon, önök között, közöttetek öbve tölt el. A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van, a jövőbe vetett hit optimizmusa, mondta Karácsony Sándor, a múlt század egyik legkiemelkedőbb tanáralakja, és igazat adok neki. Hiszen minden ősszel új kihívások, új osztályok, új tanulni és fejlődni vágyó gyermekek és fiatalok hoznak színt és reményt a sokszor fáradtságos, néha hálátlannak tűnő, de mindig teljes embert kívánó pedagógusi létünkbe. Tisztelt jelenlévők, tisztelt kolléganők, tisztelt kollégák! Ma polgármesterként egyik legfontosabb feladatomnak érzem azt, hogy a ceglédi iskolák hírét, az itteni oktatás színvonalát megőrizzem, és segítséget nyújtsak tanítóknak, óvónőknek, tanároknak, nevelői hivatásuk végzésének megkönnyítésében. A település önkormányzatai és az országgyűlés mindenkori közös feladata a közoktatási intézmények, iskolák, óvodák hatékony működésének és fenntartásának biztosítása. A kormány által nemrég hozott intézkedések nem titkolt célja a magyar közoktatás minőségének javítása és a hazánkat méltán híressé tévő színvonal emelése, hiszen mint ahogyan a korszerű oktatási rendszert megszervező Klebersbe Kuno a két világháború közötti időszak legnevesebb kultúr- és tudománypolitikusa is megfogalmazta, mentől műveltebb, civilizáltabb és elkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermekeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője. A célul kitűzött minőségjavulás nem történhet meg a közoktatás teljes struktúrájának átalakítása nélkül, mely jelenleg is folyamatban van. Az intézményi rendszer központosítása a médiában megjelent negatív híresztelésekkel ellentétben meggyőződésem szerint előnyökkel jár majd a pedagógusok számára. Nem csak Cegléden, hanem az ország valamennyi intézményében. Biztosítom önöket, biztosítalak benneteket afelől, hogy a ceglédi önkormányzat a jövő évtől fogva éppen annyira szívén viseli majd a közoktatásban dolgozók és az intézmények sorsát, mint ahogy eddig tette. A több lépcsős szerkezeti átalakítás szintúgy nem von magával negatív következményeket a pedagógusok számára, mivel a legfontosabb változás éppen a többletmunkával arányos pénzbeli kompenzáció lesz, vagyis 2013-tól a több munkával töltött óra
nagyobb anyagi megbecsüléssel párosul majd. Ezzel természetesen a törvényi szabályozás értelmében együtt jár a nagyobb fokú szakmai ellenőrzés és a nevelői munka színvonalának jelentős emelkedése is. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégáim! Végül megragadom az alkalmat, hogy Cegléd valamennyi polgára, diákja és szülője nevében szívből köszönetet mondjak önöknek, nektek, tanároknak, óvónőknek, tanítóknak, nevelőknek, akik fáradtságot nem ismerve, napról napra és hétről hétre lelkesítve, bátorítva, gondoskodva olykor szigorral, sokszor türelemmel terelgetik az ifjúságot, az önálló gondolkodás, a jóra való felnőtt lét felé. Önök adnak, ti adtok a gyermekeknek tudást, önismeretet, életre valóságot, morált és belső tartást, és néha bizony nem kapnak cserébe semmit, csak a jól elvégzett munka gyümölcsét, a látható tudást, a sikeres felvételiket, az örömet, amikor felfedezik a diákjaikban a készséget, tehetséget, kreativitást, és látják őket később saját erejükből boldogulni a nagybetűs életben. Hiszen ahogyan Eötvös József, az első független magyar kormány vallási és közoktatási minisztere mondta, minden tudás csak akkor bír való beccsel, ha cselekvésre képesebbé tesz. Ha ezt elérjük az ifjúságnál, nincs is számunkra ennél nagyobb jutalom. És higgyétek el, mindig akad olyan diákunk, aki megbecsüléssel, szeretettel és tisztelettel gondol majd vissza ránk, pedagógusokra, akik kézen fogtuk őt és szelíd határozottsággal kísértük őt végig a nehéz iskolaéveken. Seneca, római filozófus, két évezreddel ezelőtti szavai csengenek a fülemben. A középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol, a kiváló tanár demonstrál, a nagyszerű tanár inspirál. Tudom és hiszem, hogy nagyon sok nagyszerű tanár ül most velem szemben. Kérem azért az itt egybegyűlteket, bár a felelősség óriási, ne szűnjenek meg soha inspirálni a fiatalságot. Kívánok önöknek, nektek sok erőt és megújult lelkesedést a következő tanévre, a küszöbön álló szünetre pedig jó pihenést és kellemes kikapcsolódást. Cegléd-város önkormányzatának képviselőtestülete a Kulturális Oktatási és Népjóléti Bizottság javaslatát figyelembe véve 2012-ben Cegléd-város pedagógiai díja kitüntetést adományozott Ócsainé Rosszi Ágnes napközisnevelőnek. Ócsainé Rosszi Ágnes a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda napközisnevelője, pályafutását 1972-ben Cegléd-Belcenen kezdte, majd 1974-től a Mészáros Lőrinc Általános Iskolában folytatta tanítói munkáját. Több éven keresztül a néptáncoktatás volt az első az életében, sokat tett a tanulók nemzeti érzésének kialakításáért, a néphagyományok életben tartásáért. Napközis nevelőként sem hagyta abba a hagyományok ápolását, több éve már a napközis munkaközösség vezetője, a közösség egyik legaktívabb tagja. Odaadó munkájával fontos szerepe van a munkaközösség formálásában. Életvidám természete, lelkesedése, komoly hajtóerő az iskola mindennapjaiban. Személyisége az iskola legnépszerűbb tanárává tette. Tanítók és tanárok számára továbbképzéseket szervez. Példamutató magatartásával és szakmai felkészültségével méltán vívta ki a tantestület és a város elismerését. Szakmai munkáját mindig magas színvonalon végezte. Fontosnak tartotta a gyermekek szabadidő hasznos eltöltésének szervezését, ugyanakkor a tanulás is fontos szerepet játszott a mindennapjaikban. Tanítványai tisztelik, becsülik, szívesen keresik fel még a mai napig is. 4 évtizedes áldozatos munkája után idén nyugállományba vonul. Példamutató munkáját és eredményeit figyelembe véve kapta meg Cegléd város pedagógiai díját.
Pedagógus szolgálati emlékérmek és városi jutalmak átadásával folytatódik az ünnepség. Pedagógus szolgálati emlékérmet azok a pedagógusok kaphatnak az Emberi Erőforrások Minisztériumától, akik nyugállományba vonulnak és legalább 25 évet töltöttek el a pedagógus pályán. A miniszter úrtól emlékérmet és oklevelet kaptak, mi pedig egy szál virággal köszöntjük őket. Thank you.
László 1977-től tanít a Kossuth Lajos Gimnáziumban, az egyetemi tanulmányai óta a fizika tanítása, tanításának módszertana érdekelte, érdekli. 5 évig volt a fizika oktatás Pest megyei szakfelügyelője. Szakmai vonatkozású eredményei között tartják számon az országos fizikatanári ankétokon kiállított olyan fizikai témájú eszközeit, melyekben a számítógép mérőeszközként került alkalmazásra. Országos elismerés szerzett számára a Galilei ejtési kísérlete címmel. A Debreceni Egyetemen tartott bemutató előadása, melynek publikációja is megjelent a fizikai szemle egyik számában. A fizika tudományának népszerűsítését az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban kezdte. 2007-től nagyszabású kísérlettel egybekötött előadásaiból a Foucault-Inga kísérlet bemutatásával hívta fel magára a figyelmet. 2008-ban új kezdeményezést valósított meg, a Tudományok Éjszakája Fizika című kísérleti sót, melyet minden évben megtart nagyon nagy sikerrel. A tanár úr amellett, hogy 1995 óta főállásban a polgármesteri hivatal irodavezetője, tudományos előadásaival, a fizikát bemutató eredeti kísérleteivel, az oktató munkában elért sikereivel nagy mértékben hozzájárult a természettudományok népszerűsítéséhez, a tudományos gondolkodásmód elterjesztéséhez. A hivatalban végzett munkája során vezető szakmai kapcsolata van a közoktatási intézmények vezetőivel, munkáját, szakmai hozzáértését elismerik, problémáikkal, kéréseikkel, örömeikkel is megkeresik őt. Csendes hangú, bajszalat, mosolygós, pedagógus lelkű irodavezető, és bevallom őszintén, én hetekig nem hittem el, hogy mindez ugyan változatlan maradt, de most már, mint nyugdíjas folytatja a bajszalat pedagógus, mosolygós pedagógus lelkű létét. Őt köszöntjük tehát most. Thank you.